A növekvő keleti és déli irányból érkező migráns áradat megfékezése és az illegális migráció felszámolása érdekében a kormány és a belügyminisztérium az elmúlt években is jelentős erőfeszítéseket tett, hogy stabil határvédelemmel biztosítsuk hazánk biztonságát. Sziasztok! Köszöntünk benneteket podcastünk legújabb adásában. Én Veres Edina vagyok. Mai vendégünk Bakos Attiláné rendőr alezredes, a Nógrád megyei rendőrfőkapitányság humánigazgatási szolgálatának vezetője, akivel a határvadász képzés témáját járjuk körül. Mekkora az érdeklődés Nógrád megyében a szerződéses határvadász képzésre? Megyénkben is folyamatos az érdeklődés a szerződéses határvadász képzés iránt, azonban a jelentkezők számadatai vonatkozásában a készenléti rendőrség tud pontos információkkal szolgálni. Civilek is jelentkezhetnek? Milyen feltételei vannak a jelentkezésnek? Feltétel a magyar állampolgárság, a jelentkezés időpontjában már betöltött 18. de még be nem töltött 55. életév, büntetlen előélet, cselekvőképesség és legalább alapfokú iskolai végzettségről kiállított bizonyítvány. Tehát, hogyha jól értem, akkor civilek is jelentkeznek. Így van. Milyen kondíció vagy felkészültség szükséges egy ilyen munkakörhöz? Tesztelik a jelentkezőket? Fontos, hogy a jelentkező megfelelő egészségi, mentális és fizikai állapotban legyen, elengedhetetlen a jó állóképesség, pozitív hozzáállás, határozott magabiztos fellépés, terhelhetőség. A felvételi eljárás része az egészségügyi, pszichológiai és fizikai alkalmasságvizsgálat. Hol zajlik a kiképzés? Hogyan épül fel? Meddig tart? Esetleg van valamilyen vizsga a számonkérés a végén? A szerződéses határvadászképzés időtartama 4 hét, azaz 160 óra, amely tartalmaz többek között a kényszerítő eszközök alkalmazásával kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismereteket, lőkiképzési, önvédelmi és intézkedés taktikai elemeket. A képzési ideje alatt szállás és étkezés biztosított a résztvevők számára. A képzés egy komplex vizsgával zárul. Akik sikerrel teljesítik mindezt, és megfelelnek a kiképzésen, milyen állományba kerülnek, esetleg milyen rangban kezdhetik meg ezt a munkát? A sikeres vizsgázók a készenléti rendőrség határvadász ezredébe kerülnek kinevezésre határozott idejű szerződéses jogviszonyba tisztesi, őrvezetői rendfokozattal. Milyen határszakaszokra vezénylik őket? Választhatnak esetleg, hogy hová szeretnének menni? A jelentkezők választhatják meg a szolgált teljesítési helyüket az érintett 5 megye, azaz Bács-Kiskun, Csongrád-Csonád, Békés, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye határrendészeti kirendeltségei közül. Milyen gyakran látogathatnak haza? Szolgálati feladataikat vezényléses munkarendben kell ellátniuk, amely során legalább 12 órás szolgálatokat kell teljesíteni, két szolgálat között a legalább 8 óra egybefüggő pihenő biztosított, 3-4 egymást követő munkanapot 5-6 nap egybefüggő szabad nap követ. Tehát a rugalmas szabadidő felhasználás lehetősége adott részükre. Miből áll a napi munkájuk? Milyen intézkedési jogköreik vannak? A határvadász állománya határőrizeti rendszer első vonalában járőrszolgálatot hajt végre, amely során az államhatáron történő illegális belépési kísérleteket akadályozza meg, továbbá az illegálisan belépett személyeket feltartóztatja, és az ideglenes biztonsági határzár túloldalára kíséri. Mennyi fizetést kaphat egy határvadász? Esetleg az alapbéren túl plusz juttatásokat, pótlékokat is kaphatnak? Az alapilletmény mértéke bruttó 300 ezer forint, amely összeg már a képzés idejére is biztosított, ez egészül ki különböző pótlékokkal, úgy mint határvadászszolgálati pótlék, idegen nyelvtudási, éjszakai és készenléti pótlék, így a havi illetmény a teljesített óráktól függően akár bruttó 400 ezer forint is lehet. Béren kívüli juttatásként további évi bruttó 200 ezer forint kafetéria illeti meg a határvadászokat. Van esetleg ebben előrelépési lehetőség számukra ezen a területen? Teljesítményüktől függően például kaphatnak tiszti rangot később? A második évben tizedesi, harmadik évben szakaszvezetői rendfokozatba léphetnek. Aki érettségivel rendelkezik, jelentkezhet a 10 hónapos képzési idejű rendőrjárőr képzésünkre.
A szolgálat közben, hogyha valaki úgy dönt, vagy úgy érzi, hogy mégsem számára való ez a munka, mégsem megfelelő neki, mennyi időre szól a szerződés? Egyáltalán ez a szerződés felbontható? 3 évre határozott időre szól a szerződés, ami egyszer meghosszabbítható. A szerződés felbontása mindkét fél részéről bármikor kezdeményezhető. Figyelemmel kísérik esetleg a határvadászok fejlődését, alkalmasságát, pszichés állapotát munkába állást követően? Természetesen folyamatosan figyelemmel kísérik. Évente ismeretmegújító képzésen és vizsgán kell részt venniük, amelynek során jogszabályi változásokból és azok gyakorlati alkalmazásából, valamint a kényszerítő eszközök alkalmazásával kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretekből tesznek vizsgát. Meghatározott időközönként egészségi, pszichológiai és fizikai alkalmassági vizsgálatokon kell részt venniük. Azok a Nógrád megyei lakosok, akik kedvet kaptak ez a képzéshez, hol érdeklődhetnek itt a megyénkben, hol találkozhatnak a megyei toborzókkal? A Nógrád megyei rendőrfőkapitányság humán igazgatási szolgálatán, valamint a megye valamennyi rendőrkapitányságán, rendőrőrsén lehet jelentkezni hivatali munkaidőben, továbbá a toborzó csoportunk tagjai szinte minden nagyobb megyei rendezvényen és állásbörzén részt vesznek, ahol szintén várják a szerződéses határvadászképzés iránt érdeklődőket. Köszönöm szépen!